elmúlt években az MTK tartotta magát ahhoz a szokásához, hogy rendre két gólt rúgott a Lombard Pápának, és rendre le is győzte a pápaiakat az előző szezonban, és azt megelőzően is kétszer 2-0-ra. Viszont ebben az idényben, hazai környezetben eddig veretlen a Lombard Pápa. Oda visszagólt rúgott a Pápának a 2012-13-as szezonban hídvégi a 2-0-as győzelem alkalmával. Dr. Horváth, jól pattan a labda, de aztán elmegy keresztben, Szűcs kapuja előtt. Ide elszámolták magukat a védők, Csillus, szép lövés! Rádőlt, és kapura rúgta Csillus. Be is fért volna a léc alá. Ez azért nagy helyzet volt. Kanta. Mellé. Az jó beadás, és benn van! Vas Patrik fejjel gólt, ki hitte volna ezt. A 45. percben a mezőny legalacsonyabb játékosa bebólintja a labdát. Hídvégi volt, aki előkészítette neki. Hoppá, Heger is kezéből kiperdül a labda, és üres a kapu. Milyen hiba volt! És aztán milyen bravúr Hegedűstől! Fagyas szerzett gólt kis híjá. Frizzoni. Hoppi most lecsúsztatja maga mögé. Gyönyörű a labda átvétel és Hegedűs lábbal. Aztán még egyszer Hegedűs Csillus lövése után. Az első Zsulevs helyzete volt, a második pedig Csillusé, bár ez inkább egy nagyszerű lövéstől lett helyzet, vagy lehetőség legalábbis. Ez viszont óriási helyzet. Sergio hátul, Fagyas azonban becsúszva elrúgja a labdát. Popin, Nagy Tamás, ketten vannak ott vele szemben, de visszakerül hozzá, és mellé megy végül. Könnyen lehet, hogyha Bukmir nem ér oda, akkor ebből gól születik. Fagyas, határozottabb, mint az MTK játékosok. Fagyas, és egy jó lövés. Volt húzása, épp hogy elkerülte a felső sarkot. Jagodics. Nem rossz az. Tóth Gábor fejjel mellé. Kanta. Horváth. Csizmadi a fejjel jel. Cseke. Jó beadás Pöröskei és Szűcs. De továbbra is vezet az MTK. Dr. Horváth. Pöröskei. Elmegy a védő lábai között. Bogunovics igyekezett odavetni magát, de Pöröskei még elrúgta. Hídvégi. Dr. Horváth vissza. Csiki lövi el, és mellé. Szűcs Lajos tolta ki az alsóból. Nagy bravúr. Kanta és a harmadik vendégszöglet, ez már a 77. perc. Kelemen fejeli tovább, Csizmadia nem találja el. Hídvégi sem igazán. Aztán Szűcs véd, por kísérlete után. Pöröskei. Dr. Horváth. Jagodics mellett. Horváth. Pöröskei, és mellé pattan. Ketten is bevetődtek. A labda mögött Kenesei. Kapura. Hegedűs kiüti a labdát, és les volt. Alig, ha nem ezzel vége. Itt a mérkőzés vége. Vas Patrik fejes góljával győzött tehát 1-0-ra az MTK. A Ferencváros után a Pápát is legyőzte a csapat.